Tisztelettel köszöntöm az Újpest Televízió kedves nézőit, ez az Újpesti Sport. Egy olimpikon sportlövő, mondhatom, hogy talán hazánk egyik legeredményesebb sportlövője lesz a vendégem, akivel Skype segítségével beszélgetünk, hiszen sajnos még mindig ez a járvány dúl, és nagyon-nagyon kell vigyázni egymásra, különösen, és ráadásul sportolóinkra is, hiszen ők feladatokra készülnek, és például Péni István, az UTE versenyzője is készül a közeledő Európa-bajnokságra. Szólítom Istókot. Halló! Halló! Üdvözlöm a nézőket! Szia! Nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre álltál. Nem árulok el titkot, hogy nagyon-nagyon régen ismerlek már téged. Mondhatom azt, hogy pici gyerekkorod óta követem az utadat, ezért is örültem neki, hogy amikor a tegnap a keret hirdetés, illetve az utazó csapat hirdetését megláttam az újságban, a hírekben, hogy ha jól emlékszem, Norvégiában lesz az Európa-bajnokság, első helyen oda volt írva, hogy Puskások között Péni István, UTE, csapat, egyéni, három szám, mit tudom, magyarul a csap, majdnem, hogy azt mondom, hogy minden számba, ami létezik, hát lőállásba fogsz állni, feküdni, térdelni. Jól tudom? Hát annyiban, hogy most egy 10 méteres Európa-bajnokságra kész. Így ott nyilván a három olimpiai versenyszámunkból összesen kettő kerül megrendezésre. Ugye a 10 méter egyéni, ugye egy csak álló testezet, és a 10 méter vegyes páros, ami meg annyiban valósul meg, hogy ugye egy lány és egy fiú versenyez együtt csapatban, az is szintén 10 méteren is légpuskával és állva. Erre külön kell készülni, Istók? Mert ugye beszélgettünk arról, és bocsánatot kérek a kedves nézőkről, hogy azt mondom Péni Istvánnak, hogy Istók, de nekem ez jön a nyelvemre, hiszen, mint említettem, hát nagyon-nagyon sok-sok, majdnem, hogy több mint 10 éve ismerem Istvánt, úgyhogy bocsánat mindenkitől, hogyha ez így kicsúszik a számon. Szóval erre külön kell készülni erre a 10 méteres légfegyveres Európa-bajnokságra? Hát nyilvánvalóan külön, de hogyha most arra kérdezed, hogy a számra, hogy most egy vegyes párosra külön kell készülni, mint az egyéni versenyre, akkor azt mondom, hogy nem igazán. Jó, hát a vegyes páros az egy külön szám, akárhol az életben is, mindenhol. Ez egy egyéni sport főként, és nyilvánvalóan mi nem tudunk úgy, akármennyire is szeretnénk ebből csapasportot csinálni, de nem tudjuk egymás segíteni a lőállásba, tehát mindenki meg igazából saját maga szerint a lehető legtöbbet akarja kihozni magából. Az azért persze számít, hogy a csapategység meglegyen, és hogy megbízzak a csapattársamba, tudjam, hogy ő is a lehető legtöbbet kihozza belőle, ami aznap benne van, és hogy a végsőkig fog harcolni. Ez fontos, de ugyanakkor csak magunkra számíthatunk ebben is. És kettő nagyon jó, kiváló eredmény kell ahhoz, hogy ott is döntőbe jussunk és érmet szerezünk, amire minden esély megvan, hiszen annak a számnak is most világcsúcs tartói vagyunk. Hát azért mondom, hogy jó, hogy külön szám, de hát azért csak összeadják azokat a köröket, azokat az eredményeket, és hát természetesen biztos nem úgy működik ez az egész, hogy azt mondja a szakvezetés, hogy Péni Istvánnak akkor, bocsánat a névért, teljesen mindegy, Horváth Gizike lesz a párja. Hát azért csak megbeszélitek, nem? Valami kiválasztás csak van. De a kiválasztás az nem elsősorban, tehát csak másodsorban azon múlik, hogy hogyan jönnek ki esetleg a versenyzők egymással, de elsősorban csak az egyéni eredmények alapján legerősebb párost rakjuk össze. Tehát magyarul azt jelenti, hogy a szövetségi kapitánynak vagy a szakvezetésnek az elsődleges célja, hogy a legerősebb csapatot állítsuk ki, legerősebb párost. Az, hogy most ők szeretik egymást, vagy nem szeretik egymást, ez egy másik kérdés, de én azt gondolom, hogy kevés kivétellel a sportlövők kijönnek egymással. Gondolom, tudod, hogy kire céloztam, de ezt subált rá. Ez teljesen így is van egyébként, tehát most annyi igazából a helyzet, hogy azért elég egyértelműen látszik, hogy ki a két legerősebb fiú és ki a két legerősebb lány itt kishazánkban, úgyhogy így nem nagy választási lehetőség van, és igen, most mindegy, hogy minket hogy raknának össze, mi mindannyian kijövünk egymással. De most ugye a Mészáros Eszterrel fogok lőni az Európa-bajnokságon, ugye vele voltam 7. az olimpián, és mi az olimpiai döntőnkkel automatikus kijutói voltunk ennek az Európa-bajnokságnak, úgyhogy nem is a válogató eredményei számítottak, hanem minket már az olimpiai teljesítményünk alapján raktak össze erre az Európa-bajnokságra.
Azt mondod, hogy ez ugye egy 10 méteres Európa-bajnokság következik légfegyverrel. Nem is tudom, ki mondta, hogy a légpuska, vagy a légfegyver az nem puska, de hát ebben nem menjünk bele. Vagy a légpuska az nem fegyver. Tehát a lényeg az, hogy erre készültök. De azt gondolom, hogy az olimpia, ami ugye volt, és nem sokára lesz, tehát most nem 4 évet kell várni rá, hanem hát előbb-utóbb most már majdnem, hogy olimpiai ciklusba kell lépni, sőt, hát ki kell lőni magatokat az olimpiára. Milyen állapotban vagy? Hogy vagy az egyetemmel? Hogy vagy a sporttal? Effektíve, hogy van Péni István? Hát szeptemberben kezdődik az olimpiai kvalifikációnk egy világbajnoksággal, és onnantól fognak számítani igazából a versenyeink, tehát szeptemberig nagyon semminek nincsen jelentősége, most nyilván egy Európa-bajnokság és egy Európa-bajnoki cím az mindig egy nagyon nagy presztízsű dolog a sportágban, és maga a sportágnak is ugye nagyon fontos a támogatásai miatt. Ugyanakkor igen, majd szeptembertől kerülünk megint ugye az egyenesbe az olimpia felé, még azért azt mondom, hogy még az nem az egyenes, de még a utolsó körökbe. És hát átvariálták nagyon most a kvalifikációs rendszerünket. Régebben ugye úgy volt, hogy egyéni kvótákat kellett szerezni, tehát az egyéni versenyben kvótát szerezni, és nem volt ranglista kvóta, vagyis összességében már Tokióra beosztak az, hogy a legjobb versenyző, aki nem szerzett magának kvótát, az kapott a ranglista alapján kijutási lehetőséget, de most viszont a ranglistára tettek rá nagyon sok kvótát, és viszont ezekről a versenyekről meg elvettek egy csomót, tehát így ilyen egyéni kvótát szerezni az nyilvánvalóan sokkal nehezebb lesz. Viszont én azt gondolom, hogy ez a jó lövőknek igazából csak előny az, hogy a ranglistáról viszont meg, hogyha mindig valaki jól teljesít, akkor biztosan ott lesz az olimpián. De hát a cél az az, hogy minél hamarabb meglegyen ez az egyéni kvóta, és már ne is kelljen gondolkodni azon, hogy nekem milyen versenyen kell nyilvánvalóan részleni. Ugyanakkor most, hogy kérdezted, hogy hogy vagyok, és egy egyetem és hasonló. Igen. Hát ez az év, ez most egy kicsit most az egyetemről szól inkább. Előtte ugye próbáltam a kettő között egy egyensúlyt találni, hogy egyetem is és a sport is menjen egymás mellett. Hát így nagyon lassan haladtam az egyetemmel, viszont most már nem szeretném tovább húzni, úgyhogy már nagyon kevés van hátra az egyetemből. Ugye akkor viszont tanulok gazdálkodási és menedzsment szakon angol nyelven. Most írom éppen a szakdogámat, összesen 2 tantárgyam van hátra, meg egy szakmai gyakorlat. Úgyhogy ez a fél év, tehát igazából most egészen ugye májusig ez egy nagyon erőltetett időszak lesz, és utána ősszel meg a világbajnokságig, akkor ott csak a sporti lesz ismét a főszerep, tehát a nyáron és az ősz elején, és ősz végén, meg tél elején ott meg szeretném megcsinálni a szakmai gyakorlatot, és ott is azt szeretném, hogy abban a lehető legtöbbet hozzak, és ott is új dolgokat tanuljak, és hogy ez a később esetleg majd a privát életben majd előnyömre váljék. Úgyhogy, akkor sűrű ez az éved, azt kell mondani, sűrű lesz. Igen, de ez egy ilyen év, és én azt gondolom, hogy erre is szükség van, azért is, hogy a hosszú távú céljaimat így tudom megvalósítani, és nyilvánvalóan Párizsban is akkor sokkal kerekebben fogok beállni a lőlásba, hogyha ezt is magam mögött tudom már. Így és van. Még mindig lesz ugye majd egy másfél év, ami csak viszont kifejezetten csak a lövészeté lesz, amilyen eddig nem volt, mert eddig mindig küzdöttem ugye mellette az a sulival, viszont ott megengedem magamnak azt, hogy akkor másfél évig, akkor csak a lövészet, a fizikai felkészülés és a pihenés. Hát ez azt mondom, hogy majdnem, hogy végszónak is jó, de még nem engedlek el, egy kérdést feltennék. Ugye azt kérdeztem, hogy van Péni Istók, Péni István, hogy van, mikor nősülsz? Hát az még azt gondolom, hogy azért még egy kicsit odébb van, tehát nem idén, hanem jövőre van. Ugye az eljegyzés az megtörtént, úgyhogy tényleg hát ugye a párommal 7 éve vagyunk együtt, 7 éve alkotunk egy párt, és hát haladunk előre az utunkon, úgyhogy várjuk majd, hogy lesz. Nagy szerencsénkre több kedves barátunknak nyáról lesz az esküvője, gyűjtjük a tapasztalatokat, és majd akkor jövőre meglátjuk, hogy akkor mi pontosan mit szeretnénk, ez még csak most körvonalazódik. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen egyenesen válaszoltál, nagyon sok boldogságot kívánok neked, párodnak, családnak és mindenkinek, és természetesen maguknak sok-sok sikert, magunknak, újpestieknek sok-sok sikert, hogy
összeverhessük a kezünket, és tapsolhassunk, amint az UTE fantasztikus sportlövője Péni István jobbnál jobb eredményeket ér el a világversenyeken, és természetesen Párizsban az olimpián. Szia Istok, vigyázzatok magatokra, a viszontlátásra! Kedves nézőink, ennyi volt erre a hétre az újpesti sport. Remélem jól szórakoztak, önöktől is azt kérem, hogy vigyázzanak magukra, hogy a jövő héten is találkozhassunk. A viszontlátásra!